Hát jó, van már. Mátó hónapra az ember egyedül maradni. Még az is más, mikor a kórházban volt. Mert azt tudtam, hogy hazajön, meg mentem, meg beszéltem. De mikor meghalt, az borzasztó volt. 93-ban begyulladt az lábúja, övekúja, és az nem gyógyult be. És annyira fájt már neki, hogy elmentünk az orvoshoz, és mondta, hogy beutalla, már itt érszükület van. És az érszükület által meg cukros is lett, és a cukor kihozta neki azt, hogy amikán fölötte a lábát. Ő a húsboltban dolgozott, hentes volt, és sajnos ez van. Így van, így tőlünk elfogadni. Ha végig megyünk az utcából, majdnem minden második asszony özvegy asszony, és annyi idősek, mint én. 70-71. Ma férjek pár éve meghalt. Az én férjem is 9 éve lesz, július 10-én. És akkor annak az emlékére mindig szokok kérni nótát, Tarnai Kis László, művész úrtó. És még mindig sikerült, el is fogta küldeni, hogy megérem, most is kiírok neki, és biztosan, hogy részemre elküldi. Nagyon sok özvegyasszony van, biztos van 100. Az utcában is nagyon sok özvegyasszony van. 2010-ben meghalt a 12-en. 12-en fölírom én mindenkit. Kossuth utca, hányodikán, meg hányod, 12-en haltak meg egy hűnben. Ez a szűzanya utcáról volt egy házikóba. És még a férjem itt, akkor volt zsigulink, és avval hoztok át. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Kesárvét a búnak, bajnak, eloszlatszival hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem szűnik meg. Most segíts meg, Mária, ó irgalmat szűzanya. Amen. Ülök az asztalnál, mint árva gyermek az édesanyja sírjánál. Gondolataim mindig a temetőbe szállnak. A férjem 2001. július 10-én eltávozott, itt hagyott örökre, a hegykői Szent Mihály temetőben nyugszik. Az ő emlékére szeretnék meghallgatni egy nótát.
Kedves Bözsi asszony, ha megengedi, hogy így szólítsam Hegykőn, osztozunk fájdalmában, és engedje meg, hogy teljesítsünk egy dalt, hiszen szabályaink értelmében egy kívánság teljesíthető mindenki számára. Dankó Pista Most van a nap lemenőben című nótáját Palló Imre énekli. Most van a nap lemenőben, kimegyek a temetőben, ahol világból kérdezem, nem látszik a kedvesem. Istenem, mennyi gönc van rajtad. Ugyan is vassám le, hogy megfürődj, ugye. Hát, hát is. Nem jól tudom fogni, nem? Nincs gyakorlat, aztán nem úgy fogom, mint az anyukák, akik fogják, pörözték, kázik az első percet a szülőszobán keresztül ma. Én mondtál, se tudok képzelni, se tudom, hogy abban. Valakivel körülön, mindig a magány, mindig a csönd, reggel fölkelek senki, este lefekszek senki, semmi. Akkor beszokok nézni, hello, sziasztok, baba. Lefekszünk, jó éjszakát. Én a Jóisten csak arra kérem, ha beteg is legyek, rövid ideig. Ne köllön velem riberószni, meg mit tudom én, az agyammal legyen baj, és akkor nem tudom, mit beszélek, mit csinálok. Kétezer-tízben meghaltak Hegykőn. Mama Szergéza, Mező utca, január 8-án. Kócán Gyula, Kossuth utca, január 10-én. Kártész Józsefné, Kis Annus néni, Jókai utca, március 8. Zsirai Juli néni, Jókai utca, március 12. Szalai Pál, Kossuth Lajos utca, március 18. Varga András, Kossuth utca, március 30.